17.000 négyzetméter falat sikerült lefesteni adományból a megyei központi kórház tagintézményeiben. Egy festékgyártó cég hirdetett pályázatot. A 6 millió forint értékű festék adomány mellett egy betegőrző monitort is vásárolhatott a kórház. A kórházat támogató magánszemélyek, cégek száma a 200-hoz közelít. Arra lesz alkalmas, hogy akár folyamatos vérnyomásmérést tudjunk végezni a betegeinknél, akár kivizsgálás, akár folyamatos megfigyelés keretében. Új eszközök beszerzését támogatta a KNTH gyógyvarás program áprilisban. Csak idén 4 millió forint érkezett cégektől, alapítványoktól, most pedig egy festékgyártó cég pályázatán szerepelt sikerrel a kórház. Különösen örülünk annak, amikor nem csak állami és uniós forrásokhoz jutunk, hanem ilyen és ehhez hasonló cégek, alapítványok által támogatott projekteket is meg tudunk pályázni. 17.000 négyzetméternyi falfelületet tudtak kifesteni a Polifarbe pályázatának köszönhetően. A szikszói kórházban a belgyógyászat, a Semmelweis tagkórházban pedig a bőrgyógyászat és az infektológia újult meg. Speciális festékeket is használtak. A kórházok számára is kiemelt tisztasági és terhelési szintű felületek festésére a Polifarbe Medifarbe nevű festékét kaptuk, vagyis ajánlottuk fel és szállítottuk le, amely képes mind a különböző fertőzésekkel szemben ellenállónak lenni, kimagaslóan tisztítható, egy latex minőségű termékről van szó. 160 helyiséget érint a felújítás, mely a kórházi ellátás színvonala mellett szintén sokat számít a betegeknek, emelte ki a főigazgató. A beteg nagyon sokszor egyéb más külső kényelmi tényezőkből is ítél. Milyen a várakozási idő, milyen az orvosnak a modora, milyen az egészségügyi ellátó intézménynek a öltözködési kultúrája, de például ide tartozik az is, hogy a kórtermeknek vagy a folyosóknak milyen az állapota, milyenek a burkolatok, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a festés például egyértelműen javítja ezeknek a területeknek, a betegellátó területeknek a megjelenését. Az eseményen a Polifarbe Kft. Is bekerült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházat támogatók társaságába. A támogatói klubnak lassan 200 tagja van.